Újabb nap, újabb pártcsalád alakul Brüsszelben, miközben Manfred Weber és az Európai Néppárt amiatt aggódik, hogy a Giorgia Meloni által vezetett európai konzervatívok frakció darabjaira eshet. Szlovák források arról beszélnek, hogy Robert Fico, szlovák kormányfő és a Smer európai parlamenti delegációja akár a patriótákhoz is csatlakozhat, és az is kiderült, hogy pontosan kik akarják megfosztani Magyarországot és Orbán Viktort az unió soros elnökségétől. Igen, ilyen egy újabb nap Brüsszelben. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Kulifaj Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 78 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Miközben a világ figyelme leginkább Washingtonra irányul most, ahol a NATO tagállamainak vezetői arról tanácskoznak, hogy miként folytassák Ukrajna támogatását, és ezzel együtt a különféle háborús törekvéseket, Brüsszelben sem állt meg az élet, sőt kifejezetten sűrű napnak ígérkezik a mai. De igyekszünk szépen sorban összefoglalni a legfontosabb és legérdekesebb fejleményeket az elmúlt 24 órából. Ma tanácskoznak Brüsszelben az Európai Unió tagállamainak nagykövetei, Orbán Viktor magyar miniszterelnök soros elnökként tett külföldi utazásairól és tárgyalásairól, különösképpen a Vlagyimir Putyin orosz elnöknél tett látogatásáról. De ami még fontosabb, komolyan fontolgatják, hogy megfosztanák Magyarországot az uniós soros elnökségétől, amelynek valamennyire előjele az is, hogy az Európai Parlament elnöksége egyszerűen nem tud, vagy inkább nem akar időt találni arra, hogy Orbán Viktor felszólalhasson az uniós intézmény plenáris ülésén, holott erre egyébként neki joga lenne, mint soros uniós elnök. A Mandiner írt arról a Corriere della Sera nevű olasz lap értesülései nyomán, hogy konkrétan Németország és a balti államok szorgalmazzák azt, hogy fel kellene függeszteni, vagy el kellene venni Magyarországtól az elnökséget. A Spiegel pedig úgy értesült, hogy elsősorban Donald Tusknak van elege Orbán Viktor békemissziójából, és maga a lengyel miniszterelnök kéri majd szerdán Brüsszelben, hogy nyíltan beszéljenek a lehetséges következményekről az uniós nagykövetek találkozóján. A német lap is tudni véli, hogy a zárt ajtók mögött már komolyan tárgyalják a tanácsi elnökség elvételének lehetőségét, miközben az uniós szakértők és elemzők szerint, illetve ők egyre többen posztolják a konkrét lépéseket, amelyekkel ezt meg is lehetne tenni. A lap forrásai szerint körülbelül 15-20 nagykövet lesz, akik egyértelmű üzenetet akarnak küldeni a magyar kormányfőnek a szerdai nap folyamán. Közben egy másik érdekes hír, hogy egy cseh brüsszeli tudósító szerint a merénylet után még lábadozó szlovák kormányfő Robert Fico és az általa vezetett egyébként baloldali Smer azt fontolgatja, hogy csatlakozik a patriótákhoz. Monika Benova, a párt vezető EP képviselője egészen eddig a szociáldemokratákkal tárgyalt, akik a Smer tagságát nemrég felfüggesztették a szlovák kormány koalíciós partnerei miatt. Most viszont az egyeztetésnek vége szakadt, mert Benova tájékoztatása szerint a progresszívek néven is futó frakció egyetlen pozíciót sem akar adni a közép- vagy kelet-európai pártoknak. Éppen ezért úgy fogalmazott az EP képviselő, hogy ez a helyzet méltatlan, ezért mást fog javasolni a smeres képviselőknek, hogy más pártcsaládhoz csatlakozzanak. Ez lehet vélhetően a Patrióták Európáért pártcsalád, már csak azért is, mert ugyanezen posztjában Benova hosszasan méltatta Orbán Viktor békemisszióját, és elítélte a cseh elnök bírálatát a magyar miniszterelnökkel szemben. Az öt szlovák képviselő csatlakozásával a Patrióták frakció 89 tagúra nőne, bővülne. A képviselő asszony posztja alatti kommentekből is egyébként erre a lépésre lehet következtetni. Közben bejelentett a Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke is, hogy megalakul az új jobboldali szuverenista frakció, és ezt szerda délután be is fogják jelenteni Brüsszelben. Ebből a célból ment ki egyébként a pártelnök a belga fővárosba, ahonnan ígérete szerint egyébként rendkívüli interjút is fog adni a heteknek. Ha kíváncsiak a beszélgetésre és nem szeretnének lemaradni róla, akkor kérem Önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Toroczkai László egyébként a következő bejegyzést tette közzé a X oldalán. Olyat teszünk ma, ami még nemzeti radikálisnak mondott magyar pártnak soha nem sikerült. Brüsszelben, az Európai Parlamentben a szövetségeseinkkel megalakítjuk az új európai pártcsaládot, az Európai Parlament új frakcióját. Ennek az új európai szövetségnek tavaly Budapesten tettük le az alapjait, majd a szófiai nyilatkozattal erősítettük meg. Európa ellenségeivel nem egyezkedni akarunk, nem kéreckedünk be hozzájuk, hanem le akarjuk őket győzni. Hogy pontosan kire gondolt itt a pártelnök, az is nagy kérdés, fel is fogjuk neki tenni, Mert egyrészt üzenhetett azoknak a potenciális szövetségeseknek is, akik inkább nem az ő frakciójukat választották, hanem más csoportokhoz próbálnak közelférkőzni. Több ilyen párt is szóba került, akik vagy a patriótákhoz, vagy a Meloni-féle konzervatívokhoz akartak beülni. De üzenhetett akár Orbán Viktornak is, aki állítólag szintén a konzervatívokhoz akart első próbálkozásra csatlakozni, de a legvalószínűbb inkább az, hogy Magyar Péterre utalt, akik az Európai Néppárthoz csatlakoztak a Tisza képviselőivel együtt. De legkésőbb ez az interjúnkból ki fog derülni. Minden esetre, amit lehet sejteni, vagy tudni, hogy a pártcsalád vezető ereje a német AfD lesz, valamint a cseh SPD párt is csatlakozik majd. Rajtuk kívül még a lengyel konföderációt, egy spanyol establishment ellenes pártot, a bolgár újjászületést, valamint a szlovák republikát is emlegetik. Szerda kora délután ez is ki fog derülni. Becslések szerint egyébként 8 tagállamból lesznek majd képviselőik, szám szerint 28-an, ami egyúttal azt is jelenti, hogy sikerült teljesíteni a frakcióalapítás szükséges kritériumait. Ami viszont a Giorgia Meloni féle európai konzervatívok és reformerek pártcsaládot illeti, egy rendkívül érdekes cikket közölt az iFoio nevű olasz lap, miszerint az Európai Néppárt és Manfred Weber amiatt aggódik, hogy össze fog omlani a jobboldali pártcsalád. A lapnak nyilatkozó néppárti vezetők arról nyilatkoztak, hogy az Európai Parlament egyensúlyához kulcsfontosságú, hogy a konzervatívok frakció ne essen szét, mert akkor a parlamenti többség lehetősége is elveszhet. Mint fogalmaztak, kell, hogy legyen egy ellensúlya a parlament másik részén ülő zöldeknek. A néppárt ezért azt tervezi, hogy valahogyan, de egyfajta győzelemre segítik Melonit Brüsszelben, hogy kisegítsék abból a zsákutcából, amelybe belevezette magát. Úgy vélik, hogy a legutóbbi uniós csúcson egyszerűen rosszul taktikázott, mert azt mondta, hogy leszavazza az Európai Tanács élére szánt Antonio Costát, ezért a tanácsban egyedül maradt, mert őt, mármint Costát, még Orbán Viktor is támogatta. A fő problémát viszont igazából Ursula von der Leyen támogatása jelenti, mert ezzel kapcsolatban nincsen egyetértés a konzervatívok pártcsaládján belül. A konfliktus a frakcióban állítólag olyan jelentős, mert hogyha Meloni bejelenti a támogatását, és meg is teszi, hogy von der Leyent megszavazza, akkor káosz fog kitörni. Mindezt a konfliktust pedig még tetézi az, hogy a spanyol Vox ugye otthagyta Meloniékat, és közben a Patrióták Európáért csoport pedig túlnőtte őket. A konzervatívok így csak a parlament negyedik legnagyobb pártcsaládja, de még innen is lejjebb csúszhatnak, mert a liberálisok, akik csak 2 képviselővel vannak lemaradva, állítólag 2 új csatlakozó delegációval is tárgyalnak, így napokon belül megelőzhetik a konzervatívokat. Mindeközben az olasz lap szerint Manfred Weber számára kulcsfontosságú lehet egy stabil Meloni csoport, mert akkor a néppárt továbbra is középen tud állni. Ha ez megszűnik, akkor aligha fog tudni többséget szerezni a különféle javaslatai számára a következő 5 évben Strasbourgban és Brüsszelben. Konkrétan kalkulálnak annak a lehetőségével, hogy a konzervatívok összeomlanak, pár csatlakozó akkor lenne még a néppárt irányába is, de leginkább a patrióták felé mennének, akik viszont nem lehetnek párbeszédben partnerek. Von der Leyen állítólag maga vetette fel a néppárt legutóbbi csúcs találkozóján, hogy Orbán és a barátai rugdossák hetek óta a konzervatívokat, és ez aggasztó, ezért nekik világos üzenetet kell küldeniük. Ez az üzenet pedig az, hogy valamiféle győzelmet adnak Meloni számára Brüsszelben, például az uniós biztosok tekintetében. Megmenteni Melonit, ez tehát a néppárti küldetés. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, akkor kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 78 000-en követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Véleményüket a kommenteknél várjuk, illetve tetszésüket vagy nem tetszésüket pedig like és dislike gombokkal tudják kifejezni. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra!